Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást. Itt arra kértek minket, hogy állva beszéljünk, mert állítólag nem lehet hátul követni, hogyha ülünk. Először is mély elnézések, én tudom, hogy nagyon kiábrándító leszek a terem nagy része számára, de elég határozott ebben az álláspontom. Volt rendszerváltás Magyarországon. És mielőtt még rettenetesen fölháborodnak sokan, azt kell, hogy mondjam, hogy minden egyes olyan esetben, amikor valaki önmagában annak a tényét meg akarja kérdőjelezni, hogy 1989-ben történt a rendszerváltás Magyarországon. Minden egyes ilyen esetben gondoljon vissza azokra, akik 1989-et megelőzően, nem kell az 50-es évekig visszamenni, elég csak a 80-as évek közepéig, így össze akartak volna ülni, hogy a haza sorsáról elmélkedjenek vagy beszéljenek, milyen tortúrának voltak kitéve. Aki azt gondolja, hogy egyáltalán nincsen, nem volt rendszerváltás, gondoljon azokra, akiket még a 80-as évek végén is az ország összes egyeteméről kizártak azért, mert szabadon akartak gondolkodni. Aki azt gondolja, hogy egyáltalán nem volt Magyarországon rendszerváltás 1989-ben, gondoljon azokra, akiknek a szerszámát, a földjét, az iparát elvették 1948-49-50-ben, és megfosztották a saját megélhetéstől. Tehát válasszuk szét azt a kérdést, hogy Magyarországon történt-e rendszerváltás 1989-ben, mert erre nekem az a határozott válaszom, hogy igen, történt, mert egy minőségileg másik rendszer jött létre 1989 után, mint ami azt megelőzően alkotmányjogi értelemben 1949-től volt. Attól a kérdéstől, hogy az a rendszer, ami létrejött 1989 után, az jelentette erkölcsi megtisztulást, jelentette egy világos cezúrát a demokrácia, a jogállam előtti rendszer és a 89 utáni rendszer között. Különböztessük meg a rendszerváltás megtörténtét attól, hogy az a rendszer, ami létrejött 1989 után, az valójában hozzájárult-e ahhoz, hogy Magyarország egy független, szuverén állam legyen, hozzájárult-e ez a rendszer ahhoz, hogy Magyarország, a magyar nemzet képes legyen megőrizni a saját erőforrásait. Ez két különböző kérdés. Mert én magam nagyon sokszor belebotlottam abba, nem azt, hogy az elmúlt 30 évben, az elmúlt 15 évben is, hogy azok, akik egyébként méltán elkeseredettek azért, hogy nem egyszerűen igazságtalanul ment végbe a rendszerváltás, hanem tulajdonképpen a haszonélvezői azok voltak a rendszerváltásnak, akik addig működtették a diktatórikus rendszert, laza mozdulattal azt mondták, hogy nem is történt rendszerváltás. Nekem erre az a szomorú hírem, hogy minden egyes ilyen kijelentés relativizálja valójában a kommunizmus bűneit. Mert akkor vagyunk elegendő tisztelettel azok iránt, a szenvedések iránt, amik a megelőző 4 évtizedben sújtották Magyarországot, a magyar embereket, hogyha nem vitatjuk el azt, hogy mindaz a bosszúság, keserűség, igazságtalanság, ami 89 után történt, az mégiscsak egy minőségileg más, ha úgy tetszik, szabadabb keretben történt meg velünk, mint ami hát döntően a nálunk idősebb generációkkal megtörtént 1989 előtt. Köszönöm szépen. Először is gratulálok a Magyarok Országos Gyűlésének szervezőinek, több száz önkéntesének, akiknek köszönhetően most ismét több év után összegyűlhetünk. A Covid diktatúra megtizedelte a különböző közösségeket, mindenféle rendezvényeket, önszerveződéseket, ezért különösen nagy elismerésem, hogy ismét egy ilyen parád és grandiózus eseménysorozatot szerveztek meg, és külön köszönöm Bukics Ferenc alezredes úrnak a sok éves áldozatot. És örülök, hogy napirendre kerülhet ez a kérdés, hiszen hajlamosak azt mondani, hogy már túl vagyunk, ezzel ne foglalkozzunk, de mégis beszélnünk kell, hiszen átmentették a hatalmukat azok, akik normális esetben el kellett volna tűnjenek a politika süllyesztőjébe egy bizonyos rendszerváltás esetén. Hadd ejtsek szót azért mégis itt először még arról, hogy Schiffer Andrással, annak ellenére, hogy valóban
világnézetileg sok különbség van köztünk, mégis a közös nevezőnk az az, hogy 2010-ben együtt kerültünk be az országgyűlésben, ő az LMP-n a Jobbik képviselőjeként, és egyfajta paradigmaváltással, minimum kormányváltással, de ennél többet is akartunk mindannyian. Idealistán vágtunk bele a közéletbe, és 2016-ban mind a ketten országgyűlési mandátumunkról lemondva, csalódva a saját pártjainkban, úgy tűnve, hogy az idealistáknak nincs keresni valójuk sajnos a magyar közéletben, távoztunk a parlamentből. Épp az utolsó felszólalásom is. Épp az utolsó felszólalásom is Siffer Andrásnak az állambiztonsági múlt feltárására, tehát az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalára vonatkozó javaslatának tárcsorozatba vételét szorgalmazó hozzászólásom volt, amikor elmondtam, hogy egyetlen egy bajom van ezzel a javaslattal, hogy nem nekem jutott eszembe. No, persze konkrét, konstruktív módosító javaslataink mindig vannak bőven egymás észrevételeihez is, így azt gondolom most is tehetek annyi különbségtételt, hogy persze valamiféle rendszerváltás volt, és persze a vagyonokat talán olyan nyíltan ma már nem kobozzák el, vagy olyan agresszívan, mint az 50-es években, de visszakapták az 1950-ben elkobzott vagyontárgyakat, például azok, akiktől ezt elkobozták, vagy pedig egy ilyen felemásra sikeredett kárpótlás és kárpótlási törvény volt. Persze ma már összegyűlhetünk itt, most épp igen, az elmúlt években még ez sem volt szabad, de elhallgatja a média. Tehát ma már más eszközökkel küzd ellenünk ugyanaz a réteg talán, részben ugyanaz a réteg, akik átmentették a hatalmukat, vagy ugyanazok a családok, ugyanaz a háttérhatalom, hiszen küzdenek elhallgatással, vagy ahogy Pongrácz Gergely mondta, ugye, kimentek a tankok, és bejöttek a bankok. Tehát ma már máshogy folyik a gyarmatosításunk, és máshogy folyik a kizsákmányolásunk, de az ugyanúgy folyik. És az úgynevezett állítólagos rendszerváltáskor, módszerváltáskor, gengszerváltáskor, ki hogy szeret fogalmazni, valóban a hatalmukat átmentették, és egy kicsit ilyen osztottak is, ugye, ahogy szokták mondani, hogy a munkáspárt vitte Marxot, az MSZMP vagy az MSZP pedig a tőkét, ugye. Tehát eleve a pártállami vagyont, vagy az állampárti vagyont, most fogalmazunk precízen akkor, az állampárti vagyont ugye átmenekítették. Gaudi Nagy Tamással egyébként volt is olyan módosító javaslatunk az alaptörvényhez, hogy számoltassák el. Mind a privatizáció felülvizsgálatára is szükség van, de az MSZMP vagyonának a jogutódjához, mert jogutódról is beszélünk, ugye az MSZP esetében ezt megállapították, az MSZP-hez játszották át, tehát nem is kell olyan messzire menni és olyan komoly összeesküvés elméleteket vagy gyakorlatokat keressünk ahhoz, hogy megtaláljuk azokat, hogy hogyan menekítették át a vagyont, hiszen a leghivatalosabb pártvagyont is gyakorlatilag a mai napig tulajdonolhatja az az MSZP, ami még mindig jogutódja az MSZMP-nek, bár így végnapjait élve, ma már ugye arról szólnak a hírek, hogy nincs jelentkező az elnöki pozícióra, ugye ezzel küzd az MSZP. Hát ennél talán nagyobb vagyok, hogy szavazójuk sem nagyon maradt már. Minden esetre a hatalmukat azt gondolom teljesen egyértelmű, hogy átmenekítették. És most, amikor nagy megtiszteltetés, hogy itt Opusztaszeren, ami egyben a Nemzeti Civil Közösségek Országgyűlése is, itt országgyűlési képviselőként, ismét országgyűlési képviselőként lehetek és szólhatok, akkor azért hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy nem csak úgymond elemezzük, hanem ahogy a cím is fogalmazza, hogy mi a megoldás, mik a legnagyobb elmaradások, mert lehet, hogy Biszku Bélát már valóban nem lehet sajnos elszámoltatni. Lehetett volna egyébként az elmúlt években, az elmúlt évtizedben, egyetlen egy napot sem kellett előzetes letartóztatásban töltsön, ugye? Viszont vannak azért még olyan követeléseink, amik aktuálisak, és ebből legaktuálisabban már említett, és talán legaktívabb Siffer András volt ebben az ügyben az országgyűlésben is. Az állambiztonsági múlt, tehát többek között az úgynevezett ügynöklisták feltárása, és a kommunista vezetők elszámoltatása, azért ezt is tegyük hozzá rögtön. Másrészt szintén aktuális elmaradása az elmúlt évtizedek kormányainak, tehát mondhatjuk, hogy az MSZP és Fidesz kormányok közös szégyene, hogy sajnos nem történt meg a kommunista vezető közéletből való kizárása, tehát az úgynevezett lusztráció, amit a velünk együtt rendszerváltó országokban, például Lengyelországban bevezettek. Tehát egy állítólagosan új rendszerben Gyurcsány Ferenc nem hogy országgyűlési képviselő nem lehetett volna, de még, vagy nem hogy miniszterelnök nem lehetett volna, de még országgyűlési képviselő sem például. Hiszen ő egy olyan magas szintű vezetője volt az előző rendszernek már akkor is,
az MSZNP központi, vagy a KISZ KB titkára volt, bocsánat, bekeverjem mondjuk Kovács Lászlóval, és sorolhatnánk még egyébként azokat az MSZNP KB tagokat is, akiket még 2010-től kezdve is ott magunk mellett meg kellett tübörjünk az országgyűlésben egy állítólagos rendszerváltás után. Tehát, hogyha valóban lett volna rendszerváltás, akkor ezek az MSZNP KB tagok, vagy KISZ KB titkárként Gyurcsány Ferenc, nem hogy miniszterelnök, de országgyűlési képviselő sem lehetett volna. Tehát a lusztrációt említeném másodikként, és harmadikként, ha már Biszku Béla szóba jött, akkor mondjuk, hogy a kommunista luxus nyugdíjak eltörlésére a mai napig szükség van, hiszen itt élnek még közöttünk azok, akik egykori kommunista vezetőként még akár mindig kaphatnak alanyi vagy özvegyi jogok kiemelt juttatást. Nyilván ennek legemblematikusabb valaki a Biszku Béla volt, de a Mansfeld Péterre halálos ítéletet kérő vérügyész is a néhány évvel ezelőtti haláláig is élvezhette a kiemelt luxus nyugdíjat, és ki tudja még hányan vannak, hiszen ezért egy taxatív felsorolás lehet hozni, hogy kik voltak azok a pártállami vezetők, akár néphadsereg vezetők és egyebek, akik akkori kommunista vezetői munkájukért kapnak még a mai napig juttatásokat. Én azért azt gondolom, hogy ennek a három antikommunista követelésünknek a közbeszédben is helyet kellene adni, és ebből talán a legaktuálisabb és a legsürgetőbb, hogy először is tisztán lássuk, hogy kikről van szó, az állambiztonsági múlt feltárása. Köszönjük szépen! Kicsit más vizekre evezünk egy picit kitekintésképpen. Ha ma a fősodatú sajtót vizsgálgatjuk és nézzük az ott lévő híreket, akkor természetesen láthatunk irányvonalakat, már a végén a progresszivitás olyan mértékben öntötte el a nyugatot, hogy a végén tényleg megszólalni nem lehet, most már Mannschaft szó is ugye a nem megtűrt kategóriába tartozik, mert már szinte senki nem beszél semmiről, ez is az látszik, hogy ez is annak az eredménye, az emberek eltávolodjanak egymástól, nem merjenek egymásra szólni. Jártam pár helyen tanfolyamon mondjuk Németországban, és azt lehetett látni, hogy nem nagyon beszéltek az emberek egymással, és szépen lassan odajöttek hozzánk, beszélgettek olyan témákról, amit úgy gondolták, hogy velünk meg lehet beszélni, majd amikor látták, hogy akkor mi kik azok az emberek, akik velünk beszélgettek, akkor utána ők egymással is mertek végre leülni, ugyanazokról a témákról beszélni. Tehát, hogy valami elképesztő változás zajlott le, és a Schiffer András ügyvéd úr több cikkében kiemelte, hogy az embereket ne tévessze meg, nem a woke ideológia, az LMBTQ, ki fehér, ki nem, a fehér felsőbbrendűségnek a hirdetése, ami éjjel-nappal itt körülöttünk megjelenik, valójában elcsatornázás. És arra szeretnék most megkérni benneteket, hogy legyetek olyan kedvesek beszélni, hogy ezt igazából értessük meg a közönséggel, a hallgatósággal, hogy mi történik itt valójában, amikor azt vesszük észre, hogy lassan a minden megkérdőjelezésre kerül a világban, ami korábban alapértéknek számított. Na, hát... Köszönöm szépen. Előtte még azért visszautalnék arra, amikről előtt beszélt. Hát én már nem ismertem észrevételezni azt, hogy mennyire lenyűgöző ennyi embert két év után egy helyen látni, mert előtte már tettünk itt egy kört a helyszínen, és az önmagában eléggé revelatív volt, főleg úgy, hogy a különböző ilyen fogyasztásközpontú fesztiválokon a jelentések szerint csökkent a látogatottság, úgyhogy ez külön kiemeli az értékét annak, ami itt van Ópuszta szeren. Ami az előd által elmondottaknak a tartalmát illeti, én az utolsó alkalmakkor, mielőtt még itt együttesen távoztunk a Magyar Országgyűlésben, egy olyan aktanyilvánossági törvényjavaslatot próbáltam valahogyan átszuszakolni a kétharmados Fidesz többségen, ami egyben egyrészt egy lusztrációs részt is tartalmazott, másrészt pedig egy figyelemfelhívást arra, hogy részben járjon el a magyar diplomácia annak érdekében, hogy nyíljanak meg az orosz levéltárak, az KGB vagy a mai utódszervezetének azok az iratai, amelyek azt tartalmazzák, hogy 44 és 91, tehát a szovjet megszállás évtizedeiben milyen iratok keletkeztek, illetve jutottak ki magyar állampolgárokról, magyar intézményekről a megszállók központjába. Ezt is elutasította a
Fidesz-KDNP, emellett pedig egy olyan figyelemfelhívást is tartalmazott ez a törvényjavaslat, hogy függetlenül az aktanyilvánosságtól és a lusztrációtól, ha már ugye azt hiszem ezt szőnyeg alá söprési bizottságnak neveztük annak idején, ezt a Nemzeti Emlékezet Bizottságával kívánta letudni a Fidesz az aktanyilvánosságot, de ha már van egy ilyen bizottság, amelyiknek egyébként a tudományos tevékenységét én nagyra értékelem, ugyan írjuk már nekik elő azt, ha már közpénzből működnek, hogy az elmúlt most már 32 év közhatalmi szereplőiről, tehát nem mindenkiről, nem akik képviselők voltak, kormányzati szereplők voltak, állítsanak föl egy fehér könyvet. Tehát legalább azt tudjuk meg, mindenféle kéregetés, kuncsorgás és kutakodás nélkül, hogy akik 89. október 23-a óta ezt az országot igazgatták elméletileg demokratikus jogállami viszonyok között, azoknak milyen érintettségük volt a kommunista állambiztonságban. Ezt a javaslatot is a Fidesz elutasította. És anélkül, hogy összeesküvés elméleteket gyártanék, én csak összefüggéseket próbálok meg folyton folyvást kutatni, ha már azok nem jönnek szabadon a napvilágra. Az utóbbi években nekem egyre erőteljesebb a gyanú, hogy az, hogy nem történt valódi mély elszámoltatás, nem történt meg az erkölcsi cezúra 1989-90-ben. Magyarországon még kevésbé, mint a többi országban, de a többi országot se idealizáljuk. Tehát azért csak úgy jelezném, hogy Csehországban lehetett miniszterelnök egy olyan figura, aki nem csak hogy milliárdos, de azt megelőzően a cseh kommunista állambiztonságnak ügynöke volt. Tehát azért a többi, és akkor Romániát ne is emlegessük, mint jó példát, ugye. Ezen is egy egyéb ok miatt már, ami a múlt feltárást és az elszámoltatást illeti. Egyre erőteljesebb viszont a meggyőződésem, hogy ez a nagyon világos cezúra húzás nem véletlenül maradt el. Biztos az új demokratikus erőknek is volt olyan érintettsége, amit ők nem szívesen kockáztattak volna, hogy ne. Egyházak nyakába varni ennek a történetnek az elmaradását én azért érzem ízléstelennek, mert 25-30 év után pontosan tudjuk, hogy a nagy egyházak vezető személyiségei között már egyre kevesebben vannak aktív pozícióban, már mint akik a rendszerváltás előtt is aktív vezetők voltak. Szerintem a történetet ott kell keresni, és ott lehet keresni, hogyha ránézünk időben is a nagy képre, hogy Kelet-Európának az államszocialista időszaka valójában miről szólt, és hogyan történt meg az államszocializmus bukása Kelet-Európában, illetve a volt Szovjetunió területén, akkor tulajdonképpen nem történt egyéb, mint a maga a globális kapitalizmus fogas kerekei felőrölték ezt a rendszert. És hogyha ezt belülről nézzük, akkor azt látjuk, sajnos, lehet, hogy nagyon kiábrándító leszek, de valójában itt nem forradalmak rázták le a kommunista ravigát Kelet-Európában, vagy a volt Szovjetunióban, hanem a kommunista nomenklatúra, ugye egy piac és verseny és tőkehiányos gazdaságban egyedüliként monopóliummal rendelkezett minden olyan információ, hozzáférés és kapcsolatrendszer felett, ami mind a belső gazdaság működéséhez nélkülözhetetlen volt, és monopóliummal rendelkezett a külső gazdasági kapcsolatok tekintetében, és egy olyan relatíve nyitott kelet-európai ország, mint Magyarország esetében, ez kulcsfontosságú volt. Innentől kezdve nekem az a meglátásom, hogy egyfelől a 89 előtti nomenklatúráknak nem csak, hogy jól jött a rendszerváltás, mert ugyan a politikai monopólium ugyan megtört, de a gazdasági kulturális befolyásukat még jobban ki tudták teljesíteni a rendszerváltások után, hanem az az igazság, hogy akik győztesként jöttek ki a hidegháborúból, nekik valójában ezekre a nomenklatúrákra szükségük volt ahhoz, hogy ezt az újgyarmatosítási folyamatot, ami 1990 után Európa keleti felén bekövetkezett, ezt végre tudják hajtani akadály nélkül. És ebben Magyarországnak, a magyar posztkommunista elitnek kivételezett szerepe volt. Mert ha visszaemlékszünk a 89 előtti és utáni történetre, ami kontinuis, hogy azzal dicsekszik a magyar politikai elit, hogy mi éltanulók vagyunk. Miben voltunk éltanulók?
hogy nem volt még egy ország Kelet-Európában, amelyik ilyen szolgai mintakövetést mutatott volna föl, mint Magyarország. Sem Csehszlovákia, még akkor sem Lengyelország, sem Románia vagy Bulgária. Mert hogy miután a Kádár rendszer Magyarországa volt relatíve a Varsói Szerződés országai között a legnyitottabb, a magyar nomenklatúra, lásd még Forvendék Zsuzsának a tényfeltáró munkáit, bár lehet, hogy ehhez is ugye tényellenőrök még hiányoznak, azt lehetett látni, hogy a magyar nomenklatúra alsó szintjei biztos, de a 80-as évek második felében azt gondolom, hogy már a felső szintjei is elég jó üzleti kapcsolatokat kezdtek el kialakítani Nyugat-Európában. Miért ne lett volna érdeke a nyugati hatalmaknak azt, hogy az, hogy ne csak a nomenklatúra látható részét, hanem az állambiztonsági hálózatokat is átállítsák a maguk érdekében. Én csak szeretném felemlíteni azt a munkát, amit Mező Gábor az elmúlt hónapokban, években végzett, hogy hány olyan érdekes figurája van a magyar közéletnek, akiről persze nem mondhatjuk azt, hogy ügynökök, mert akkor be fognak minket perelni, és más kérdés, hogy milyen esélyekkel, de azt meg tudjuk állapítani, hogy olyan pozíciót töltöttek be, akár az államszocialista különböző külkereskedelmi külügyi apparátusaiban, hogy vélhetően volt közük nem csak a magyar, adott esetben a szovjet állambiztonsághoz, ma pedig nagy kedvel adják elő azt, hogy mi szükséges a demokráciához, jogállamisághoz és az európaisághoz. Ugye milyen különös? Hogy van olyan figurája a magyar közéletnek, aki 1989 előtt a diktatúra, tehát az állampárt külügyi osztályán munkatárs, tehát a diktatúra elnyomó szervezetének a külső kapcsolatait intézi, vagy egy legalábbis erős KGB-s bekötöttségekkel működő nemzetközi szervezetnek a magyar rezidense Kelet-Európában, ma pedig Észak-Amerikából osztja az észt a saját hazájával szemben, hogy Magyarország mikor lesz demokrácia és jogállam. Csak azt szeretném ebből kihozni, hogy egyre erőteljesebb bennem a meggyőződés, hogy nem, annélkül, hogy bárki politikai vezetőt én személy szerint mentegetni akarnék a sztoriban, régit vagy jelenlegit, nem önmagában a hazai politikai elitnek a mulasztása az, hogy nem történt meg ez a cezúra a régi rendszer és a rendszerváltás utáni rendszer között, hanem egész egyszerűen, ami itt történt velünk, az államszocializmus után egy kapunyítás az új gyarmatosítás irányába, és az új gyarmatosítóknak nem volt érdekük, hogy egy korabeli közkeletű, fenyegetően hangzó kifejezést használják 89-ből, nem volt érdekük a leszámolás. Mert ha leszámolás történik, értsen mindenki ez alatt azt, amit akar, akkor nem biztos, hogy olyan simán tudják a gazdasági érdekeiket érvényesíteni Magyarországon, a volt Szovjetunióban, csehszlovák utódállamokban és így tovább. Nekem erről ez a meglátásom, elnézést, hogy elkanyarodtam a eredeti kérdéstől. A VUK-kal kapcsolatban, hogy egy kicsit elővágást tegyek az előtthöz, mert itt hát nyilván van azért közöttünk némi nézeteltérés. Én nekem az a meglátásom az elmúlt 10-20 év, vagy amit én ebben történeti, vagy kronológiai értelemben cezúrának látok, az 2008 a globális pénzügyi válság. Az előbbi gondolatmenetemet folytassam, a kelet-európai rendszerváltások, az államszocializmus összeomlása, mint világrendszer részlet összeomlása után eljött a neoliberális konszenzus időszaka a 90-es évek elejétől a világon, a globális értelemben. Ez a neoliberális konszenzus legkésőbb, roskadozik már az ezredfordulón, de megbomlik 2008-ban. Amikor bejut a krach, kiderül, hogy a király mesztelen, és a régi neoliberális igazságokkal a globális nagytőke már nem tudja többé etetni a társadalmakat, nem csak Kelet-Európában, Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában sem. Az identitás politika ekkor ível fel. Nekem ez szent meggyőződésem. És ennek terméke a woke kapitalizmus. A történet, amit itt már a felvezetőben megelőlegeztek nekem, köszönöm szépen, az nem egyéb, nem tudom, ki emlékszik az Occupy Wall Street-re 2011 talán. Ne a Wall Street urai ellen lázadjanak, hanem találjanak ki olyan ezoterikus társadalmi csoportokat, amiknek a szabadságáért lehet tüntetni, tehát magyarul el lehet téríteni a lázadás fókuszát
a rendszer mozgatóiról. Ez a történet lényege. Csak lássunk egy valamit világosan, amivel lehet, hogy vita polémia lesz közöttünk is, vagy az itt ülők között. Hogy én azt gondolom, hogyha most nyíltan nyersen beszélünk, akiket a woke kapitalizmus a zászlajukra tűz, itt a melegek, egyéb ilyen szexuális kisebbségek és így tovább, ők sok esetben ágyú töltelékek ebben a küzdelemben. Ezek a woke kapitalisták semmi jót nem akarnak senkinek a saját pénztárcájukon és bankszámlájukon kívül. Őket a legkevésbé érdekli adott esetben az, hogy a homoszexuális polgártársaink mennyire érzik jól magukat. Tessék megnézni azt, hogy az elmúlt éveknek ezeken a fesztiváljaim felvonulásain a legkevesebb szó arról esik, hogy egyébként a mindennapi életben ezek az emberek milyen hátrányokat élnek meg. Mondom ezt úgy, hogy én magam a 90-es években kezdő jogászként ingyen dolgoztam olyan jogsegélyszolgálatnak, ami a homoszexuális polgártársaink sokszor rejtve maradt jogsértéseit próbálta meg valamilyen módon napfényre hozni. Erről nincsen szó. Arról van szó, hogy milyen szavakat használhatunk, milyen szimbólumokat tűzhetünk ki, vagy nem tűzhetünk ki, hogyan kell beszélnünk, és leginkább milyen az erényes jó élet, hogyan lehet jó emberkedni. Ez a történet lényege, és ami még itt szembenlő, főleg itt a előd társaságában, ugye ez a bizonyos szivárvány szimbólum. Az elődnek van vonzalma az, hogy ezt ilyen jó magasról elvigyen. Nekem mindig az jut eszembe erről, hogy amikor én tudtam arról, hogy egyébként a kezdődő környezetvédő mozgalmaknak egy indián hagyomány folytán a 70-es évek elején Észak-Amerikában a szivárvány egy fontos szimbolikája volt. A természet megőrzés. Tehát a régi indián őslakos hagyományokból eredeztek. Amikor én itt a magyar belpolitikában, vagy az európai belpolitikában először találkoztam a szivárvány szimbólummal, az a 2000-es évek eleje, egész pontosan 2003. Én is őrzök abból az időszakból bizonyos szivárvány zászlót. Azzal a különbséggel, hogy annak a közepére az van írva, hogy Pace. És most is Szicília tele van szivárvány zászlóval, azzal a felirattal, hogy Pace. 2003-ban az amerikai imperialista agresszió elleni nem pusztán magyarországi, össze-európai és bizony amerikai tiltakozó mozgalmak ezt a szimbolikát használták. 2003-ban. Tudják, amikor elmentek megkeresni a vegyi fegyvereket Irakban, amit a mai napig nem találtak meg merő véletlenségből. Még nagyon kell kutatni iránta. És nem telik bele 5-6 év, és ez a történet egész más fordulatot vesz. Én erről próbálok beszélni, hogy a lázadás, a tiltakozás ne a rendszer lényegéről szóljon. Én csak azt szeretném figyelmünkbe ajánlani, hogy akkor, amikor felszólalunk a woke kapitalizmus ellen, hogy felszólalunk azzal szemben, hogy a rendszer a tudatipar elrablásával hogyan próbálja elgondolhatatlanná tenni adott esetben a rendszerrel szembeni lázadást, ne vegyük át a módszereket. A woke kapitalistáknak pontosan megfelel az, hogyha velük szemben ébred egy másik identitás politika, amelyik adott esetben bűnbakká próbálja tenni azokat az embereket, akiket ők szimbolikaként, ágyutöltelékként használnak. De csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy miközben számomra is rémisztő az, ahogyan a woke kapitalizmus halad előre, nem véletlen elszólás, számomra is rémisztő az, ahogyan a woke kapitalizmus halad előre és próbálja pont az alapvető és klasszikus liberális értékeket kivégezni, mert ma a szabadság ellenségei azok, akik előszeretettel tűzik magukra a liberális jelzőt. Ezért nem tehetjük célkeresztbe azokat a polgártársainkat, akik egyébként magukat homoszexuálisként, transzneműként, ég tudja hogyan definiálják. A kellő tiszteletet meg kell adni irányukba, mindenki olyan életet él, amilyet szeretne, és nem szabad az ő méltóságuk megsértésén, megalázásán keresztül fellépni ezzel az őrülettel szemben. És ezt azért hangsúlyozom, mert ennek a viaskodásnak pontosan az a lényege, hogy az egyik identitás politikai őrületre egy másik identitás politikai őrület legyen a válasz, és közben nem beszélünk a természeti erőforrásaink
lerontásáról, elrablásáról, nem beszélünk arról, hogy közben a globális kapitalizmus egy olyan szakaszába ér, ahol lassan egyetlen globális mértékű vállalatbirodalom átveszi az irányítást a demokratikus intézmények felett. Én csak azt kérem, hogy bármilyen indulat is munkál bennünk az elmúlt 15 év globális őrületével szemben, mindig próbáljuk a fókuszt a rendszer lényegén tartani. Ami woke kapitalizmus címén folyik ma Magyarországon, azt azért nem gondoltuk volna az úgynevezett állítólagos rendszerváltás idején, és hogyha valamit visszasírunk a rendszerváltás előtti évekből, évtizedekből, akkor akár ez lehet, hogy a normalitásnak azért legalábbis a szexualitás terén volt valamiféle védelme, ahogy sok mindent nem lehetett nevezni. Manapság normálisnak hazudják azt, ami nem az, és a homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben én azt gondolom, hogy inkább segíteni kellene ezeken. Ebben egyetértek, hogy az ágyú tölteléknek is sokszor felhasznált, általam akár betegnek is tartott személyeken, hiszen nem kell normálisnak hazudni azt, ami nem az, nem kellene kérkedjenek adott esetben a devianciájukkal, tehát az, amit az LMBTQP propaganda címén folytatnak, akár a felvonulásaik terén, amit nemes egyszerűséggel szerintem egyébként be kellene tiltani, amit valóban a szivárványos zászló kitűzésével folytatnak, immár közintézményeken, azt valóban nem tűrhetjük, hiszen amikor közintézményekre tűzik, amikor polgármesteri hivatalokra tűzik, akkor már csak egy lépésre vagyunk attól, hogy iskolákra és óvodákra is kitűzzék. Sőt, talán elárulhatok annyi kulisszatitkot, hogy még itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot is megkereste ez a mozgalom, hogy tűzzék ki ide is a szivárványos zászlót, és elkezdték az intézmény vezetést fogadni arról, hogy van-e úgynevezett kver WC. Igazgató úr meg nem igazán értette, hogy milyen WC? Kik azok? Mik azok? Tehát eszik vagy isszák? És ma már elvárják tőlünk, hogy mi legyünk felkészültek ebbe az LMBTQ-STB abnormalitásba, ami pedig azt gondolom, hogy normális esetben mondjuk az orvosok dolga volna, de egyébként pszichoterápiával kialakítható az egészséges tudat azoknál is, akiket esetleg tényleg lehet, hogy hajlama valamelyest jobban megvan, mint másnak. Nyilvánvalóan Forrós András akadémikus genetikus is kimondta, ugye, hogy a homoszexualitás genetikai hajlamának megléte, az fokozott hajlamot, de nem végzetet jelent. És ez nagyon fontos, hogy mit mutatunk be társadalmilag normalitásnak, mi az, ami felé kellene tendálni, még akkor is, hogyha valakinek valami nehézségekbe ütközik. Én azt gondolom, hogy egyenlő jókat adhatunk, kapnak is, minden homoszexuális megházasodhat, egy férfi egy nővel, akkor is a homoszexuális természetesen, de többlet jogokat nem adhatunk nekik, tehát az, hogy gyermeket fogadhassanak, örökbe is sorolhatnánk, ezek mind-mind abszurd felvetések. Viszont nem kívánok ebben a témában leragadni, és röviden szeretnék még reagálni azért, amiből ugye kiindultunk ebből a kérdésből, hogy a rendszerváltás átmentése az minek is köszönhető, és hogyha mondjuk az ügynöklistákról ma egy kicsit kiemeltebben beszéltünk, akkor azért hadd hozzam be példának, hogy sokszor mi se értettük, hogy amikor már-már szinte kihalással oldódik meg ez a probléma sajnos, akkor miért van az, hogy még mindig és mindig és mindig és még mindig ellenzik ennek a nyilvánosságra hozatalát is. Tehát nem is rendeltünk hozzá semmilyen szankciót, büntetést, nem is beszélünk erről, csak pusztán tisztán szeretnénk látni az emlékezett politikát, valahol itt szeretnénk rendbe tenni egy történelmi kérdést. Akkor azért látni kell, hogy bizony a hatalom átmentés az akár családokon belül is megtörtént. Tehát láttuk például azt az egyházügyi államtitkárt, ugye, akinek nem volt személyes érintettsége, de az édesapjának igen, és ezáltal próbálta nyilvánvalóan takargatni ezt a témát, és sorolhatnánk még, nem csak a D209-es Fedő nevű ügynököt kell nevesíteni, hanem hogy legyünk korrektek, és mindkét oldalról mondjuk, nevezzük meg az egyik kollégáját, ugye a szintén 3/2-es Martonyi Jánost, aki tagja lehetett még a 2010-es kormányzatnak is, vagy azt a Tasnádi László rendészeti államtitkárt, aki szintén 3/2-es ügynökként szolgálta a rendszer. Tehát sajnos ez a hatalom átmentés, ez nagyon súlyosan beíródott.
És most készül ugye egy Antal film, hát sajnos nem Jerenszky István rendezi, úgyhogy valószínűleg nem lesz benne például az a momentum, amikor ugye Antal József azt mondta meglehetősen cinikusan, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Tehát aki igazi rendszerváltást követel, az ezt érdemli, egy ilyen beszólást, egy ilyen cinikus megjegyzést, hogy hát mit akarunk, ennyit lehet parlamentáris keretek között. Szerintem, talán mondhatom azt, hogy szerintünk, hiszen számos parlamenti javaslatot nyújtottunk be, többet is lehetne. És vannak nemzetközi példák valóban arra, hogy például a lusztrációnak helyet adjanak. Én nagyon örülnék, hogyha a politikusok elszámoltatása nyilvánvalóan legalább az előző rendszerre, de ha már itt van a Szent Korona másolata előttünk, akkor hadd mondjam el egy másik szívügyemet, hogy akár középtávon megvalósítható volna a visszahívhatóság, az elszámoltathatóság, nem csak rendszerekre visszamenőleg, de néhány éves ígéretekre vonatkozóan is. Hiszen emlékszünk még például 2006-ban, amikor elementáris társadalmi igényként fogalmazódott meg a politikusok visszahívhatósága, amikor az Összödi beszéd kiszivárgása után az MSZP saját szavazói számára vált egyértelmű, hogy átverték őket. És most is mondjuk a rezsinövelés kapcsán valami hasonlót éreznek sokan, hogy nem ezt ígérték, és azt látjuk, hogy a politikusok úgy általában elkényelmesedtek, azt tesznek, amit akarnak, már programot sem kellett tenni az asztalra, tehát valahol talán itt kellene kezdeni, hogy először is mit ígérünk, hogy ahhoz, hogy számon kérhető legyen, hogy ne egy Facebook bejegyzést kelljen számon kérni, az legyen valamiféle komoly szakmai program az asztalra letéve, és utána lehet azt vizsgálnia, akár egy civil testületnek, akár a választók széles rétegének, akár egy bíróságnak, ahogy egy helyreigazítási perben, egy sajtóperben az igazságtartalmát vizsgálhatják egy állításnak. Úgy azt gondolom, egy politikus esetében is egy korábban elhangzott ígéret, egy program összevethető egy leadott szavazattal is akár. És persze változnak a rendszerek, ahogy mondta ugye Pongrácz Gergely, a cenzúra is a tankokkal együtt olyan értelemben távozott, hogy nem annyira nyíltan csinálják, hanem ahogy a bankokon keresztül gyarmatosítanak minket, úgy ezeken a világcégeken keresztül, a woke kapitalizmussal átitatott világcégeken keresztül, ahol ugye a homoszexualitás nem hátrány, sőt, sokkal inkább előmeneteli lehetőség. Nos, csak mert próbálják őket ugye áldozatként sokszor beállítani magukat, de hát a divat homoszexualizmus is létezik természetesen. Mindenesetre ezek a multi cégek, amelyek sok esetben az állami kormányokat is hajánál fogva rángatják, vagy épp költségvetésénél fogva, hogy legyünk egy kicsit precízebbek, konkrétabbak, ezek máshogy folytatják. Például a cenzúrát is, ezek a multinacionális tech cégek. Tehát van azért annak a történelmi folyamatnak egy perspektívája, ugye, hogyha megnézzük, hogy 1956-ban a magyar nép a rádiót ostromolta meg, ahogy változott a technika, 2006-ban ugye a tévét, és most jutottunk el oda, hogy a Facebookot kell ostromoljuk. Talán kicsit képletesen, hiszen nyilván nem az írországi székházukig megyünk el, hanem a bíróságig, és tudom jó, hogy Schiffer András is sokat dolgozik a vélemény diktatúrával szemben, ügyvédként is, és sok sikert kívánok neki. Nem kis küzdelem ez, látjuk ezt ugye Toroszkai László perében is minden esetre. Ez a fajta módszerváltás, ez megjelent a cenzúrában is. És a szabadságjogaink lábbal tiprása is persze egy kicsit diszkrétebb, bár ha 2006-ra gondolunk, akkor azért nem mindig volt így, de azt követően is mondjuk én magam 5 különböző esetem volt, amiben úgy állítottak elő 2006. október 23-án például, és azt követően is 5 különböző ügyemben állapította meg a bírósági jogerősen, hogy jogszerűtlenül állítottak elő. Tehát ami a szabadságjogaink vérbe, sárba, tiprását illeti 2006-ban, vagy azt követően már inkább csak ilyen-olyan jogi eszközökkel lehetetlenítettek el, vagy tepertek le minket, azért az folytatódik. Ha burkoltabban is, de azt gondolom, hogy igen, a vélemény nyilvánításhoz való jog nem nagyon van meg, hogyha csak néhány évente egyszer tudunk mondjuk itt összegyűlni, mert lehet, hogy össze megint a Covid diktatúra megkérdeti, hogy gyülekezési tilalom van. És ugye a magyar történelemben a legnagyobb számú előállítás, ugye mikor került sor, nem az 50-es években, nem is 2006-ban, hanem egyébként 2009-ben a magyar gárda felosztatása után való tiltakozás miatt, mert ugye fűre ülni tilos, ezért nagyon sok gárdistát, több százat előállítottak, de aztán a történelmi csúcsot pedig 2021. március 15-én állították föl, hogyha jól emlékszem, amikor a legtöbb eljárást indított a magyar karhatalom, magyar emberekkel szemben, mert összemertünk gyűlni március 15-én egy kaszinó előtt tiltakozva, hogy
ha már mindent be kell zárni és be lehet zárni, éttermeket, a szórakozó helyeket, akkor hogyan lehet, hogy vannak olyan kiváltságosok, akiknek ezt az üzleti szféráját, a kaszinókat, ez nem érintheti semmi, ugye? Sem az online pénztárgép, sem a különadó, de hát a bezárások sem. Na persze nem a bezárásokat szorgalmazunk, de arra kettős mércére próbáltunk ráirányítani, amivel nem kell mindenkinek egyetértenie, de hogy azért az a jogunk meglegyen. Ugye? Most egy ilyen liberális gondolatot hozza, bár Sipkán András nem liberálisnak vallja magát, csak baloldalinak. De hogy azért egy ilyen liberális alapvetést hozzak, amit akár én is vallok, hogy elmondhassuk a véleményünket. Ez okozott olyan sérelmet, hogy ezért a magyar történelemben a legnagyobb számú eljárás megindítására került sor. Ez azt gondolom, hogy egészen elképesztő. Mindenesetre ez rá világít arra, hogy milyen fajta módszerváltás volt. És 1990 után talán a legnagyobb csalódást és a rendszerváltás kisiklatását ugye akkor éreztük, amikor hát hol az MDF kollaborált, vagy volt kissé finoman szóval megengedő, amikor például a Zétényi Takács-féle igazságtételi törvényt ugye leszavazták, pontosabban megszavazták, de az Alkotmánybíróság ugye elkaszálta. Gulyás Gergely szokott hivatkozni Sólyom Lászlónak a felelősségére talán, aki alkotmánybíróként, bár ebben nem egészen értünk egyet mondjuk Sólyom László megítélésében, de Gulyás Gergellyel akár még egyet is értenék ebben, ha például nem a Fidesz lett volna 1990-ben, ez már történelem, vagy mikor szavazták meg, 91-ben, bocsánat, azt az Zétényi Takács-féle igazságtételi törvényt, a Fidesz volt az a párt, amelyik egyedüliként szavazott egységesen nemmel arra, ami végül szerencsére átment az országgyűlésen, hogy aztán majd sajnos az Alkotmánybíróság kaszálja el. Tehát lehet ebben persze sok mindenkinek a felelősségét vitatni és megtalálni, minden esetre szerintem a rendszerváltás elmaradt, az érdemi rendszerváltás elmaradt, egy módszerváltás volt, amiben aztán nagy csalódást okozott sokaknak az SZDSZ is, ami ugye nagyon hangos antikommunistaként indult, aztán 94-ben összeállt a kommunistákkal, de hát amikor azt gondoltuk, hogy ennél nagyobb árulás már nem lehet, akkor jött itt a saját pártjainkban való csalódás, amikor ugye megalakult Gyurcsány Ferenc kormányzása idején lehet más a politika néven egy párt, sőt, lehet más a politika néven szerez így ezekkel szemben mandátumot, majd még ugyanabban a ciklusban lényegében voltak néhányan ugye árulók, akik már akkor összeálltak ugyanazzal a Gyurcsány Ferenccel személyében is. Ugye nem is csoda, hogy Párbeszéd a mandátumért néven illettük őket, akiket az elvek helyett inkább a mandátumok vezettek. Minket viszont ugye nem a mandátumunk vezetett, ezt 2016-os lemondásunkkal is bebizonyítottuk minden esetre. Az, hogy csalódnunk kellett a későbbi pártjainkban, mert azokkal álltak össze, amivel szemben létrejött. Ez olyan szintű árulása volt a rendszerváltásnak, amire azt gondolom, hogy még az SZDSZ sem mutatott ilyen durva és nyílt példát. Tehát felül lehetett múlni azt a fajta árulást, amit a 90-es években több párt részéről is állítottunk. És hát végül, hogyha már Mező Gábor neve szóba került, hiszen valóban kitűnő tanulmányokat szokott a pesti srácok oldalán talán elsődlegesen közzétenni, hadd említsem meg Ilkei Csaba nevét is, aki pedig a kuruc.info hírportálon, a legolvasottabb jobboldali hírportálon is rendszeresen jelenteti meg a kitűnő nívós tanulmányait. Talán nem mindig a saját néve, hiszen akkor már nem kutathatna, hanem valóban börtönben ülne, hiszen egyszerűen ügynöknek nevezni sem lehet, de sok minden mást sem lehet a jelenlegi jogi szabályozás közepette. Minden esetre a múlt feltárására azt gondolom szükség van. Le a kalappal azok előtt, a tudományos munkatársak előtt, egyébként még tényleg a Nemzeti Emlékezet Bizottságában is, még ha gőzlevezetésnek, felelősségáthárításnak hozták is létre, és érdemi következményei nincsenek is sajnos a kutatásaiknak, de valóban jelennek meg ott komoly tanulmányok. Az lenne jó, hogyha ennek egy kicsit közpolitikai következményei is volnának, és nem csak ilyen emlékezetpolitikai szűk körben megjelentethető tanulmányok születnének, hanem ezek valóban hoznák legalább a tisztánlátást, a felelősséget, hogy ki miért felel, jó volna ezeket tisztán látni, és utána lehetne az elszámoltatásukról és a közéletből való kitiltásukról is beszélni. Köszönöm szépen. Sipkán András úgy is válaszolni fog még, mert láttam, hogy jegyzetelt itt ebben, ahogy az megtörtént. Azért a vége felé itt a beszélgetésnek terelnénk egy mindennapi téma felé is. Itt látható, egy kicsit megborult a világ itt körülöttünk, háborúban, a szomszédban, elképesztő válságok sorozata vár az itt lévő lakosságra. Mi azt próbáltuk mindenhol érzékeltetni, hogy ha minél több működő, élő közösség van, barátságok vannak, illetve az emberek különböző politikai meggyőződéstől függetlenül hajlandóak kommunikálni egymással, akkor válságállóvá válik egy kicsit az ország.
Az is látható, hogy a 89-es állapothoz képest, ugye valamikor én ezt be kell, hogy el kell, hogy elmondjam, hogy középiskolás fiatalként Csengely Dénesnek a hívó szavára többször, hogy voltam fönn Budapesten tüntetni, jól megkergettek bennünket a rendőrök, amikor arról volt szó, hogy el kell foglalni a TV székházat, akkor én is vettem a bátorságot, hogy ilyen elképesztő dolgokkal töltsem a mindennapokat, és aztán utána egyszer csak azon vettem észre magamat, hogy Sugár András azt mondja a televízióban, hogy 500 év után győztes háborút fogunk vívni, mert elküldtünk 37 orvost az öböl háborúba. És úgy éreztem, hogy egy óriási csalódást, hogy és hát, mikor jövünk mi egyáltalán, tehát hogy történt egy változás, és utána meg azt gondoltam, hogy majd lesz egy kicsi saját időnk. A kicsi magyar idő, itt Magyarországon, ugye a határon túli magyarok jól tudják, hogy mi a kicsi magyar idő, mi szerettünk volna egy kicsi magyar időt legalább itt. Ez úgy tűnik, hogy ez, tehát sok lehetőséget, amit ez az ország megélhetett volna, az elveszteget. Elveszteget idők is vannak ebben a 31 néhány évben, és most pedig egy óriási válsághalom van itt a nyakunkban. Én azt kérdezném, amellett, hogy tudom, hogy ügyvédben mindenképpen válaszolni fog még azokra a felvetésekre is, amit előtt mondott, hogy mit látnak, milyen állapotban találja Magyarországot ez a válság, ami itt most előttünk áll, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy az itt lévő közösség, a magyar közösség ezt a lehető legokosabban, legügyesebben le tudja koordinálni. Mi a mi dolgunk? Köszönöm szépen. Tényleg kénytelen vagyok itt egy-két gondolat erejéig azért reagálni arra, amiket elmondott előttem. Csak annyi visszaszólás vagy kiszólás itt a végére, ami a felvezetőben elhangzott, hogy itt tényleg nekem eszembe sem jutott, hogy már 91-ben is felajánlkoztunk. Itt könnyű helyzetben vagyok, mert egyre büszkébb vagyok arra, hogy 1997 novemberében egyébként lehet, hogy anélkül, hogy ismertük volna egymást, ugyanazon az oldalon voltam, mint előd, mert hogy én aktivistaként kampányoltam Magyarország NATO csatlakozása ellen. És az az igazság, hogy a rendszerváltás idén 1989-90-ben nem merült fel. Vissza lehet nézni a 90-es nyitóülés, az első ülések parlamenti jegyzőkönyveit, nem merült fel Magyarország NATO csatlakozása. Sőt, ami a sajtóban felmerült, hogy a Varsói szerződés megszűnésével nincs többé szükség arra a katonai rendszerre, amelyik az öndefiníciója szerint a világkommunizmus feltartóztatására alakult. Arról volt szó, és ez volt az 56-os hagyomány, hogy Magyarország legyen semleges. Erről szóltak a 89-es tüntetések. Amiben szeretnék azért itt reagálni az előd által elmondottakra, az egyik tényleg nem akarom elvinni, nem is woke, hanem itt ilyen a homoszexualitás megítélésével kapcsolatos polémiába ezt az egész estét. Annyit azért kénytelen vagyok elmondani, hogy azért fontos, hogy, és ez nem kötekedés és üres szócsépés, azért fontos, hogy pontosan fogalmazzunk, mert egy, ezzel ha ezt nem tartjuk be, megsértünk olyan polgártársakat, akik erre nem adtak okot. Kettő, szívességet teszünk azoknak, akik pontosan azt célozzák meg, hogy ez az identitás háború újra meg újra lángoljon fel. Magyarul. Miközben én azt gondolom, hogy nem tehetjük meg közszereplőként, közhatalmat gyakorló személyként, hogy kétségbe vonjuk a normalitását a homoszexuális polgártársainknak. Ezzel együtt, és itt mondom azt, hogy ez nem egyszerűen ilyen kötekedés, hanem nagyon fontos, hogy a pontos határokat tartsuk. Ugyanakkor világossá kell tenni újra meg újra minden nyomásgyakorlás és ilyen érzékenyítő kampány ellenében, hogy az életnek, a természetnek van egy rendje, hogy ezt kiki világnézete szerint Istentől adottnak, vagy egyszerűen a természet attának tekinti, ez világnézet kérdése. Tehát ez azért fontos, mert ahogyan meg vagyunk szerkesztve, mint emberek, mint a természet részei, ez egyben egy kód ahhoz, hogy a közösségeink hogyan szerveződnek össze. És miközben
minden egyes megnyilvánulásunkkal kerülnünk kell azt, hogy polgártársainkat akár csak a szexuális vonzódásuk miatt sértsük, vagy az ő normalitásokat megkérdőjelezzük a nyilvánosság előtt, megalázzuk őket és a többi. Ugyanakkor világossá kell tenni azt is, hogy az a vókőrület, amelyik teljesen viszonylagossá tesz minden természetes identitást, ami most Istentől eredt vagy természettől eredeztetett, ez az, ami már világnézet kérdése, az nem szolgál mást, mint a társadalmak szétverését. És a társadalmak... A társadalmak szétverése az viszont nem szolgál egyebet, mint hogy egy globális nagyvállalati tanács az egész földgolyót a saját maga uralma alá tudja hajtani. Ott, ahol nincsenek összetartó társadalmak, azért, mert hogy viszonylagos és egy fogyasztói buborékból eredeztetett a személyes identitás is, tehát nem a hagyományok, nem a szülői ház, nem a lokalitás által jönnek létre a személyes identitások, hanem kinek a tech cégek által felkínált vélemény buborékjába képződik meg, meg profilképekkel képződik meg az identitás. Na, egy ilyen világban nem csak a nemzeti identitás kérdőjeleződik meg, nem csak a vallások kérdőjeleződnek meg, nem csak a lokális identitások kérdőjeleződnek meg. Ilyen társadalmakban nincsen szakmai szolidaritás, és nincsen munkás mozgalom sem. Tudnilik, és én ezért vagyok nagyon allergiás arra, amikor ezeket a progresszív jobboldaliakat folyamatosan baloldalinak nevezik, mert annak idején a 19. században a munkás mozgalom, ugyanígy a paraszt mozgalmak azért tudtak megszerveződni, azért tudtak jogokat kikövetelni a nincstelen milliók számára itt Magyarországon, itt ezen a vidéken is, mert ezeket az embereket világos hagyományrendszerek, családi kötelékek és adott esetben szakmaközi szolidaritás és ismerettség kötötte össze. Ott, ahol ilyen nincsen, ott, ahol virtuális kapcsolódások vannak, ott semmi nem fenyegeti a kizsákmányolókat. Ez a helyzet. És én ezért indítványoztam azt itt az iménti megszólalásomban, hogy szerintem erről beszéljünk, hogy ennek a történetnek mi a célja, és kerüljük azt, hogy azokat a polgártársainkat sértsük, akik egyébként a legkülönfélebb világnézetet hallják. Mert homoszexuálisok között is vannak hívők, hitetlenek, keresztények, zsidók, homoszexuálisok között is vannak konzervatív, liberális, ég tudja milyen felfogásúak, és pontosan arra kell nemet mondani, hogy arról beszéljünk a politikában, ami egyébként az egyénnek a magánügye. Arra kell nemet mondani, hogy politikát csináljunk az embereknek a személyes vállalásából, a személyes identitásából. Ebben a zsákutcában nem menjünk be. Ami pedig a Pride-ot illeti. Szóval az a helyzet, hogy én, ha jól emlékszem, gyülekezési szabadság ügyében először 2003-ban, pont egyébként a béketüntetések kapcsán, amiket Kovács László külügyminiszter úrék minden eszközzel próbáltak megakadályozni, hiszen ki volt az első csatlósa az Egyesült Államoknak 2003 elején, nem más, mint a Magyar Köztársaság, a D209-es fedőnevű miniszterelnökkel az élen. Mi voltunk az elsők, akik mindent felajánlottunk ugye, az Egyesült Államoknak a teljesen jogtalan, a nemzetközi jogot lábbal tipró iraki invázióhoz. És bocsánat, nem akarom rabolni az időt és nagyon elkalandozni, csak hogy egy kis aktualitást belevigyek. Azt gondolom, hogy az nem lehet vita tárgyait köztünk egy olyan országban, olyan közösségben, amelyik hát legalább három alkalommal emberemlékezet óta elszenvedte az orosz csizmát. Nem lehet vita közöttünk, hogy az oroszoknak nincsen joguk feldúlni egy másik független államnak a békés polgárok által lakott területeit, városait, egyáltalán átlépni egy másik ország határait tankokkal. Erre nincs felmentés. Viszont azt azért erre nincsen felmentés. Viszont az óvodában van, hogyha az egyik csinálja, akkor a másiknak is szabad. Ezt szeretem volna csak mondani. Azt viszont tartsuk szem előtt, hogy az, amit most a nyugat számon kér az oroszokon, ezeket a nemzetközi jogi normákat az Egyesült Államok és szövetségesei, vagy az Egyesült Államok és csatlósai a hidegháború óta folyamatosan lábbal tiporták.
legyen szó akár a volt Jugoszláviáról, ahol ugye magyar lakta területeket is bombáztak, legyen szó Irakról, Líbiáról, bármelyik szegletéről a világnak, ezek az urak úgy gondolták, hogy nekik mindenhova joguk van demokráciát exportálni, és hogy visszakanyarodjak az előbbi gondolatmenethez. Az, hogy mi az a demokrácia, amit exportálnak, azt majd ők döntik el. És itt lyukadunk vissza az eredeti feltevéshez, hogy egy olyan világot álmodnak meg, ahol a világ összes többi része amerikanizálódik. Ahol nincs olyan, hogy az nincsenek őshonos kisebbségek, nincsen kulturális sokféleség, sőt alkalmas egy természeti sokféleség se nagyon van, hanem van egy globális fogyasztói társadalom. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy én először, amikor gyülekezési szabadság ügyében megszólaltam, ugye a béketüntetések adták ennek a keretét, én egész konkrétan egy soros szervezet ügyvívő, nem ügyvívőjeként, csak munkatársaként, én a Vér és Becsület nevű szélsőjobboldali szervezet tüntetési joga mellett szólaltam fel. Mert hogy az a helyzet, hogy bármennyire felháborítónak is tartottam és tartom a nézeteket, amit akkor hangoztattak, sőt alkalmasint veszedelmesnek is tartottam azt, hogy ilyen bizonyos jelszavakat skandálva föl lehet vonulni, akkor is, és ez az első kérdéshez visszavezet, hogy történt-e rendszerváltás vagy sem, egész egyszerűen a saját szabadságunknak, világnézeti politikai meggyőződéstől függetlenül az az álloga, hogyha senkinek a gyülekezési véleménynyilvánítási szabadságát nem lehet egy valakinek vagy egy véleménycsoportnak a szubjektív értékelése alapján megadni vagy megvonni. Pontosan ez az, ami a 89 előtti rendszert a totalitárius diktatúrától, akár a kommunista diktatúrától is megkülönbözteti. Nincs ilyen jogom. És ami a Pride-ot illeti, ugyanez a vélemény. Föl lehet vonulni, sőt én tovább megyek, azt én gondolni vélem és tudni vélem, hogy egyébként eredetileg ennek mi az értelme, mert a társadalmak mikrostruktúráiban a mai napig nem a felszínen, nem az érzékenyítő kampányokban, mindennapi életben, a vidéki Magyarországon is, ezek az emberek függetlenül a jogszabályi környezettől rengeteg megaláztatást szenvednek el. Az, hogy azt mondják, hogy legyen egy nap, amikor próbálnak bátorságot adni azoknak a névtelen sorstársaiknak, akik naponta elszenvednek megaláztatásokat, ezt a jogot nem lehet elvitatni. Pont. Ez viszont nem változtat azon, hogy az emberi természetnek, az életnek van egy rendje, mondom, ezt világnézettől függően máshonnan és máshonnan eredeztetjük, és azt vegyük észre, hogy a globális nagyvállalati logika viszont ezt a természetes rendet föl akarja őrölni, pontosan azért, hogy nem csak, hogy ellenállás ne szerveződjön meg, nevezhetjük ezeket nemzeti mozgalmaknak, munkásmozgalomnak, parasztmozgalomnak, bármi egyébnek, bármiről beszélünk, minden az egymás közötti hagyományokon, kultúrán és közösségeken alapul, abból sarjad ki az elmúlt évszázadokban, nem csak ez a cél. Az is cél, hogyha egy masszává lehet gyúrni az emberiséget, akkor gyakorlatilag az ember általi kizsákmányolása a végletekig fokozható, hiszen bármikor a detroiti, a győri, az ingolstadti munkás helyett lehet hozni még kevesebbet igénylő melós a földkerekség bármely országából. Jelzem meg, a jelenlegi kormány is kicsiben folytat ilyen gyakorlatot. Tessék megnézni a vizeinket végzetesen elszennyező és fenyegető akkumulátorgyárakhoz, milyen munkásokat akvirál a magyar szuverenista kormány. És még valami, hogy ha így össze lehet gyúrni egyetlen masszává az emberiséget, akkor nem kell differenciálni a marketing kampányoknak, hogy egy cuccot hogyan lehet eladni mondjuk Kongóban, hogyan lehet eladni Kanadában, Új-Zélandon, Japánban, vagy mondjuk Dél-Amerika belsejében. Ezt vegyük észre. És nem összeesküvésről van szó, én nem, lehet, hogy ebben vita van köztünk, egyáltalán nem biztos, én nem gondolom azt, hogy lenne egy gonosz csoport, akik valahol összeülnek, és kigondolnak valami gonosz tervet a földkerekség egész ellen. Ennél, ha így lenne, meg lennénk mentve. Mert ha tudnánk azt, hogy ki az az 5-10-20 nagyvállalati ember, aki valami összeesküvés sző, akkor napfényre kell hozni, tüntetni kell ellenük, le kell tartóztatni őket, és a többi, és a többi. Túl egyszerű lenne a történet. Túl egyszerű lenne a történet. Ennél sokkal nagyobb a feladat, mert az emberiség történetében először
a rendszernek a belső mozgásából, a belső logikájából fakadnak ezek a fejlemények, és ettől ennyire életképes a globális kapitalizmus, mint világrendszer. Ezt szerettem volna elmondani, nem tudom még... Arra akartunk minden állapot érni. Milyen állapotban van? Ja, bocsánat, van, igen, elnézést. Nincs politikai tapasztalat. Itt lévő embereknek vannak politikai tapasztalat. Én csak annyit, akkor nagyon rövidre fogom fogni, úgyis a gyakorló képviselő most nem én vagyok, hanem az előtt, tehát neki tisztje az, hogy itt... Ugyan fogadjuk a válságokat. Így van. Én azt gondolom, hogy minden sikerpropaganda dacára legyengült állapotban. Legyengült állapotban, ami nem pusztán az elmúlt 12 év, hanem az elmúlt évtizedek, vagy nem évszázadoknak a terméke, hogy a helyi közösségeink, a gazdaság, hogy úgy mondjam, lokalitási faktora, ha szabad ilyen kifejezést bevezetnem, rendkívül rossz állapotban van, illetve rendkívül alacsony. Tehát láttuk 2020 tavaszát, hogy Magyarország milyen mértékben kiszolgáltatott a globális ellátóláncoknak. A jelenlegi kormánynak ott van egy elvitathatatlan felelőssége, hogy ne mondjam bűne, hogy legkésőbb 2 évvel ezelőtt meg kellett volna kezdeni a magyar gazdaság relokalizálását. Gondoljuk el, hogyha egy picikét kevésbé lennénk ezeknek a globális ellátóláncoknak kiszolgáltatva, akkor lehet, hogy már néhány 10%-kal kisebb lenne az inflációs nyomás. Magyarország akkor lenne igazán erős és válságálló, ha lennének erős közösségei, az erős közösségek viszont erős helyi gazdaságot feltételeznek. A helyi gazdaság nem abból áll, hogy hatalmi szóval néhány embert gazdaggá teszek. A erős helyi gazdaság az arról szól, hogy vannak erős, önellátó helyi gazdasági egységek, adott esetben energiarendszer tekintetében is önellátó gazdasági egységek. 3 dologra szeretnék rámutatni, ami különösen sebezhetővé teszi az elmúlt 30-valahány év után Magyarországot. Az egyik az, hogy itt Molnár Ervinnek a kutatásaira is reflektáljak, hogy azt megfejeljem. Ugye különböző nemzetközi kimutatások szerint Magyarországon a rendszerváltás óta az államadósság 2,5-szerese szökött ki különböző offshore paradicsomokba. Mennyire ellenálló egy olyan nemzetgazdaság, aminek a produktumának egy jelentékeny része tőlünk távoli adóparadicsomokba landol adózatlanul, tehát úgy, hogy a közterhekből nem veszi ki a részét. 2, amiben egyébként az elmúlt 12 évnek is óriási a mulasztása, mennyire független és szuverén egy olyan ország, amelyik először dobraveri azokat a termelő kapacitásait, amikben komparatív előnye volt, nem másod, KGS-n belül, tehát a környező országokhoz képest. Nézzük meg, hogy akár még a környező volt szocialista országokban is azért vannak olyan mágnások, akik például élelmiszeriparban vagy textiliparban lettek mágnások, milliárdosok. Tudunk ilyeneket Magyarországon? A magyar cukoripart lerombolták. Adott esetben olyan figuráknak a segítségével, akik most itt ágálnak és próbálnak demokráciára, meg jogállamra oktatni minket, mint Raskó György. Az első számú felelőse a magyar élelmiszeripar privatizációjának most éppen a hatos fogat egyik miniszteri jelöltjeként mutogatták őt 1,5 évvel ezelőtt. Az egyik legnagyobb nagybirtokos Magyarországon. Kérdezzük meg, hogy mivé lett a magyar cukoripar. De ami az elmúlt éveknek a felelőssége, hogy legkésőbb a gazdaságvédelmi akciótervnél komoly forrásokat kellett volna arra allokálni, hogy elkezdjük az elvesztett magyar termelőkapacitásokat újjáépíteni. Normális dolog az, hogy egy ilyen lezárásnál alapvető olyan cikkekből, mint a ilyen egészségügyi orvosi segédeszközök vagy élesztők, hiány van a magyar polcokon. Lett volna ilyen 40 évvel ezelőtt. Ne vicceljünk már. Harmadik. Nem lehet szuverén, és megint csak a helyi gazdaságok és az erős lokalitásokhoz tudok visszatérni, nem lehet szuverén és válságálló egy olyan gazdaság, amelyik ezer szálon függ külső energiaforrásoktól. Tehát amíg nincs egy olyan kormányzati fordulat, amelyik komolyan veszi azt, hogy Magyarország energiafüggőségén lazítani kell, addig szemfényvesztés magyar szuverenitásról beszélni. És az egyik függőséget nem lehet egy másik függőséggel, most gondolok itt a tankereken érkező palaolajra, palagázra, hagyjuk is, hogy az milyen jóvá tehetetlen ökológiai károkat okoz a repesztéses technológia, nem lehet kiegyenlíteni az egyik oldali függőséggel, hogyha a másik oldali függőséget ki akarják egyenlíteni, az valójában
hatványozza annak az adott nemzetgazdaságnak a függőségét. Tehát az energiafüggőség, az offshore kiáramlás, harmadrészt pedig a döntően multinacionális kézen lévő termelő szektor az, ami miatt kiugróan sebezhető regionális összehasonlításban is a magyar gazdaság az én álláspontom szerint. Igen, egy pillanat, hogy mégis a követek, mit tudunk annak érdekében tenni, hogy ellenállunk a vállalkozás? Én most ilyen nagyon triviális, apró dolgokat fogok mondani, hogy abban a helyzetben, amiben vagyunk, vagy kerültünk itt az elmúlt hónapokban, az igazi válasz az az, hogyha például megpróbálunk, ezt tudom, hogy mindenki unja, de kénytelen vagyok mégis ezt mondani, megpróbálunk energiahatékonyabban élni. Viszont én mire gondolok? Nem arra gondoltam, elnézést, amit itt most már ilyen kormányzati potentátok itthon meg külföldön, rájuk ez nyilván nem vonatkozik, de az egyszerű embere így van, ezek a marhaság. Nem erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy próbáljuk meg a legfontosabb termékeinket a saját környezetünkből, a saját magunk által belátható lokalitáson belül beszerezni. Próbáljuk meg az életünket úgy berendezni, hogy minél több dolgot a saját közvetlen környezetünkbe tudjunk megélni, beszerezni. Tehát azt lássuk világosan, hogy nagyságrendekkel kevesebb energiára lenne szükség, hogyha az ellátási utak itt az országon belül is rövidülnének. Tehát, hogyha mondjuk egy debreceni Osamban nem távoli országokból hozott uborkát, meg dinnyét lehetne kapni, hanem azt, amit egyébként Biharban meg lehet termelni. Én erről beszélek. De ebben még, ha nagyon picivel is, és én nem akarom itt az egyénre terhelni a felelősség ódiumát, amikor gigászi méretű szereplők próbálnak dönteni a sorsunk felett, de mégis annyi döntési lehetőségünk van, hogy hol és milyen árut veszünk, és hogyan töltjük el az időnket. Ennyi az, amivel szerintem én most praktikusan ezt hozzá tudom. Nagyon örülök, hogy Alezredes úr szóba hozta Csengei Dénessel kapcsolatos korabeli emlékét, hiszen annyi csalódás ért minket, annyi minden negatív dologról beszéltünk ma is, hogy kik a felelősök, kik a bűnösök, de azért vannak pozitív történelmi személyiségeink itt a Augusta-szeri Történeti Emlékparkban, azért akkor emeljük ki akár Csengei Dénes szerepét is, aki az állítólagos akármilyen rendszerváltás után is és közben is ugye a fő ideológusa volt a Csurka-Csóri-Csengei hármas keretében, és ő meg is őrizte ezt a tisztaságát. Tehát merem remélni, hogy nem azért, mert tragikusan, szinte fiatalon és hirtelen elhunyt már 1991-ben. Remélem nem okozott volna, és bízom benne, hogy nem okozott volna csalódást. Olyannyira, hogy egyébként feleségemben, amikor egy kis könyvtárat alapítottunk, feleségem nagyapjának szamizdatjaiból, akkor őt pont róla neveztük el, Csengei Dénesről. És ugyanakkor fájó azt látni, hogy az előbb említett MDF ideológusi hármas fogadból, ugye Csóri Sándorról is kiderült, ugye, hogy Rákosihoz írt magasztaló verseket, Csurka Istvánról is kiderült, hogy Raskolnyikov néven ugye beszervezték 3x3-as ügynöknek, hogy aztán a rendszerváltáskor erről elfelejtsen beszélni. Amikor pedig Antal József meg zsarolta, hogy egy kicsit érezzük, hogy hogyan működhetett ugye ez a hatalom átmentés, miért van nemzetbiztonsági kockázat is akár abban, hogy a mai napig nem látjuk tisztán ugye az ügynök listákat, kiket lehetett zsarolni, akár egy Csurka Istvánt is, és amikor megzsarolta, akkor előre menekülve ugye ezt bevallotta, de hát nem a rendszerváltáskor, hanem 93-ban. És akkor ezek után higgyük el egy ilyen kis csalódás után, vagy nem is olyan kis csalódás után, hogy ő nem jelentett, de a mai napig sem tudjuk, hiszen még mindig számos mágnes szalag titkosítva van. Szóval sok csalódás ért minket, de vannak kapaszkodók, mint Csengei Dénes is, és nem áll azért ez a társadalom szerintem lélektanilag olyan rosszul, itt elég csak Augusta-szeren a történelmünkre gondolni. Hány nemzet van, aki 1100. évfordulót ünnepelhetett, mi megtehettük, tehát én azt gondolom, hogy sok mindent túléltünk és túl is fogunk, még akkor is, hogyha háború zajlik a környezetünkben, és ebből nem igazán sikerül kimaradni a sajnos Magyarországnak sem, úgy látom, akármennyire is szeretnék, és akármennyire is hangoztatja a kormány, hogy ezt szeretné, sajnos nem egészen ezt látjuk, és nem ezt láttuk már az elmúlt években, évtizedekben sem, hiszen a Varsói Szerződés felbomlása után számtalan idegen megszállásban vettünk részt,
a 48-as március ifjak követeléséről úgy megfeledkeznek, ugye, hogy magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Hát egyrészt a magyar katonák mindenféle megszállásban sajnos részt vesznek, ami nekem önkéntes tartalékos honvédként is fájó volt, bár persze én még tartalékosként kiköthettem a szerződésembe, meg elvileg kiköltheti bármely szerződéses hivatásos is, ugye, hogy ő nem szeretne külföldi szolgálatot vállalni, de hát meg is nézheti magát az elővenetel során nyilvánvalóan, nem beszélve arról, hogy tisztességesebb javadalmazáshoz, kiképzésekhez, egyebekhez, felszereléshez nem jut, hogyha csak a magyarországi szolgálatot választja, pedig szerintem itt kellene nívósabb felszerelést, javadalmazást, akár nívósabb, színvonalasabb hadgyakorlatokat tartani, nem pedig részt venni Irak megszállásában, Afganisztán megszállásában, ami ugye csúfos véget ért, kudarcot ért, és felelősöket valahogy nem nagyon láttunk. Ugyanilyen fájó, és most még fájóbb és még aktuálisabb a magyar katonák itt léte, akár korábbi évtizedekben ugye mondjuk Taszáron, most már szerte az országba ugye NATO harccsoportok érkeznek, így vagyunk mi függetlenek, felvonulási területté téve hazánkat és Oroszország számára egyfajta célponttá is. Ez számomra nagyon fájó, mint a nemzeti függetlenségért, önrendelkezésért tényleg évtizedek óta harcoló, 97-ben talán az első közéleti szerepvállalásom volt valóban, még gimnáziumi diákvitafórumokat és hasonlókat szervezve ott gimnazistaként, hogy kampányoljak a NATO csatlakozás ellen, mert komolyan gondolom hazánk függetlenségét, önrendelkezését, önellátását, és sorolhatnánk, ami ebből a világnézetből következik, miközben gyarmatosítják Magyarországot ugye, bankok által, Európai Unió által, ahogy ezt már kimondták ugye független elemzők is, a híres francia közgazdász Thomas Piketty is, ugye, hogy a multinacionális cégek több profitot visznek ki Magyarországról, mint amennyi uniós támogatásként ide jön. És ugye ezek az uniós támogatások sem bérként landolnak ugye az egyszerű magyar embereknél, hanem presztízs beruházásokra, vagy leginkább multinacionális cégekhez kerülnek. Tehát nem önrendelkezési jegyében mi döntünk arról, hogy mire is szeretnénk ezeket költeni a legtöbb esetben, vagy elég szigorú korlátok közé vannak ezek szorítva. Ezért a nemzeti önrendelkezésünk visszaállítása szükséges volna, és fájó azt látni, hogy ez a háború, amiből most nem nagyon maradunk ki, csak ilyen kommunikációs szinten, ugye Magyarországról nem mehet fegyver Ukrajnába, zárójel, közvetve, de Románián vagy Szlovákián keresztül már mehet, ugye? Így fogalmaz a kormányrendelet lényegében. És felvonulási területté is tették ugye a korábbi ígéretekkel szemben, először csak a Dunántúlt, most már egész Magyarország területére jöhetnek amerikai és mindenféle csapatok. Ez szerintem nekünk, akik a nemzeti önrendelkezésért küzdünk, ez elfogadhatatlan, és a 48-as március ifjak szellemében is, és az 56-os pesti srácok függetlenségi küzdelmeit is folytatva jeleznünk kell, a Csengei Dénesi örökség jegyében is, hogy meg kell találnunk Magyarország önrendelkezését, önellátását. És bizony, a háborúról nevezzük egy kicsit a gazdaságra, hiszen nagyon fájó, hogy embargó folyik évek óta a magyar mezőgazdaságot is sújtva, és sajnos a jelenlegi kormányzatnak ezzel nem volt szava. Kérdés persze mekkora mozgásterre, mennyire mentjük föl ebbe az aktuál politikai vélekedésbe, hitvitában most nem mennék bele, de azt mindenképp megállapíthatjuk, hogy az embargót támogatta Magyarország is, a főként magyar mezőgazdaságot sújtó embargót. Azt gondolom, hogy rá kell világítsunk, hogy semmilyen olyan szankciót nem támogathatunk Oroszországgal szemben, ami a magyar embereket, a magyar gazdaságot sújtja. Ezt még akkor is, annak is ki kell mondania, aki egyébként ebben a konfliktusban esetleg nem függetlenül azt mondja, hogy ez legyen az amerikai és orosz háború az ő dolguk, ami Ukrajnában zajlik, ugye fogalmazunk azért inkább így, hanem esetleg átbillen a nyelve, inkább a mérleg nyelve esetleg a megítélésében nyugatra, akkor is azt gondolom, hogy olyan szankciót nem lehet támogatni Oroszországgal szemben, ami a magyar gazdaságot, a magyar mezőgazdaságot is sújtja. És akkor itt vagyunk ott, hogy valóban a privatizáció során felvásárolták, hogy aztán bezárják ezeket az élelmiszeripari üzemeinket, ugye a legismertebbek a cukorgyárak valóban, de sok példát hozhatnánk. Leginkább a piacaink kellettek, a piacainkat vásárolták föl. Ez az Európai Unió is egy kicsit ilyen gyarmatosító birodalomként, ilyen kisgömböcként, mint a római birodalom, ha nem növekszik, akkor meghal. Ezért folyamatosan terjeszkedni próbál, de ez egyfajta gyarmatosítás is. És akkor így a kérdésre térve, hogy hogyan így zárásként, hogyan tovább, én azt gondolom, hogy a magyarság állapota nem rossz, nem rosszabb, mint volt korábban.
és nem is tragikusabb a helyzetünk, és a kihívások sem nagyobbak, mint voltak korábban a történelmünk során, sőt, sokkal kényelmesebb helyzetben vagyunk sok tekintetben. Viszont ki kell tűzünk egyrészt egy nemzeti minimumot, amiről sokszor beszélnek, amiket nem lehetne megkérdőjelezni, és akkor nem fordulhatna elő az, hogy mondjuk Donát Anna az Európai Parlamentben Magyarország ellen áskálódva azt mondja, hogy hogyan lehet, hogy csak magyar embereknek biztosítják a 480 forintos benzint, és sorolhatnánk ezeknek ugye az aktuál politikai kivetüléseit, hogy bizonyos dolgokat nem kérdőjelezhetünk meg. Szívem szerint egyébként a Strasbourgi Bíróság felhatóság alól is kivonná Magyarországot, mert minden vitás ügyet, még ha nem is mindig vagyunk elégedettek nyilván, akár legfelsőbb bírósági kuriai döntéssel, de Magyarországon kellene elfogadjuk és rendet tenni. Tehát európai ügyészség, európai rendőrség, katonaság, határőrség helyett és Strasbourgi Bíróság az eljebb helyett szükség volna Magyarország jogi önrendelkezésére is. És éppen ezért szükség van tehát nemzeti minimumra, de szükség van nemzeti maximumra is. És erről kevesebbet beszélnek, hogy a nemzeti maximum programját is alkossuk meg, hogy merjünk nagyot álmodni, mert Kovács László mindig azt mondta, hogy kis ország vagyunk, kicsik legyünk, nem merjünk nagyot álmodni. Én meg azt mondom, hogy merjük megalkotni a nemzeti maximum programját, aztán, hogy abból mikor születik meg valami, azt nem tudhatjuk, de lehetnek olyan kis önszerveződő közösségek, ahol már ezeket a példákat felkarolva meg tudják mutatni, hogy kicsiben működik. Mi ugye ásotthalmon igyekeztünk bemutatni mondjuk az élelmiszeri önrendelkezést. És számomra egyébként egy kicsit fájó is, hogy most a miniszterelnök úr által ebben a válságos helyzetben közzétett 10 pontban a külföldi tőke növelése szerepel, miközben nem szerepel egy szóval sem a nemzeti önrendelkezés, az önellátásra való törekvés, arra való felkészülés legalább, mint távlati cél vagy bármi, ez célként sem szerepel. És mi a mi feladatunk? Pontosan az, hogy hozzunk létre nemzeti önszerveződő közösségeket. Legyen ez egy hagyományőrző paranta csoport, legyen ez egy sikeres kisvállalkozás, akár csak egy családi vállalkozás. Hát öröm itt végigmenni ezen a sátorsoron, ahol ennyi kitűnő kézműves portékát, terméket, vállalkozást látok. Ezeket a kitűnő nemzeti vállalkozásokat próbáljuk növelni, de legalábbis megtartani, a számát mindenképpen gyarapítani, azokat példaként felállítani, kitüntetéssel és vásárlásunkkal jutalmazni. Tehát ezt ahol csak tudjuk, ezeket támogatni kell, ezeket az önszerveződő közösségeket. Aztán teremtsük meg az önrendelkezést. Helyi szinten is, a lokálpatriotizmus jegyében, szubszidiaritás elvében, ahogy ez olyan népszerű, de valahogy mégsem működik sehol Európában, mondjuk európai szinten, pedig az Európai Parlament is egy kedves szava ez, amit oly sokszor hangoztatnak, de mégsem látjuk, hogy mi dönthetnénk akár csak a saját ügyeinkről, mi magyarok, tehát végső soron a nemzetek Európáját megteremtve nemzeti szinten az önrendelkezést valósítsuk meg, merjünk a nemzeti maximum programja jegyében nagyot álmodni, vonjunk mérleget az EU-s csatlakozásunkról, merjünk kimondani azt, hogy ahogy lehet egyébként katonailag független, egy tengelyként egyébként Svájc, Ausztria, Magyarország, Ukrajna is normális esetben, ugye a Varsói szerződést követő békeidőszakban is azért volt itt egy semleges zóna, ugye? Finnországgal együtt, Ukrajnával együtt, és most ez kezd megbomolni, hát nem csoda, hogy a harmadik világháború felé sodródunk, ezt kell megakadályozni, de úgy, hogy teljesen kimaradjunk ebből a háborúból, Románián és Szlovákián keresztül se lehessen Magyarországról fegyvereket szállítani, ne adjunk támogatást egy harcoló félnek, azt gondolom, akármilyen formában is, hiszen lehet, hogy az éppen nem fegyver, de akkor majd az egyéb államháztartási forrásait fogja fegyverre fordítani, és csak elnyújtja a háborút, egyben az ukrán nép szenvedését is. Ez nem a mi háborunk, ebben nem vehetünk részt, és az önrendelkezés, a nemzeti önrendelkezés megteremtése keretében a nemzeti önellátás is fontos, és ez természetesen nem ilyen észak-koreai példaként képzeljük el, bilaterális együttműködésként a nemzetek Európájában gazdasági együttműködésre elsősorban leginkább arra van természetesen szükség, ahogy volt élet az Európai Unió előtt is, meg van élet az Európai Unión kívül, hát készüljünk föl az Európai Unió utáni életre is. Azt gondolom, hogy a nemzeti önrendelkezés keretében merjünk nagyot gondolni, és az önszerveződő közösségek, a nemzeti önrendelkezés és az önellátás hármasa lehet az, amit itt Opus Tesserent szerintem kimondhatunk és célul tűzhetünk ki mindnyájunk számára. Köszönöm figyelmüket! Túlnyújtunk egy kicsit az időnkön, láttam azért, hogy ügyvéd úr még élt, szeretett volna valamire reflektálni. Megteszi, vagy nem? Nem szabad, hogy nem
Köszönöm szépen, akkor itt egy-két dolog, bocsánat, elnézést, nem akarom rabolni az idejüket. Itt a végéről kezdeném, ez az EU-n kívül után és a többi. Szóval nekem finoman szólva nincs jó véleményem az Európai Unióról. Nagyon jól emlékszem a népszavazásra, én azon észrevettem, ahol Gaudi kollégám, volt évfolyam társam, eléggé meggyőzően klaviatúra hegyre tűzte 2003-ban annak a népszavazásnak a meglehetős kiegyensúlyozatlanságát és bornítságát. De azért én csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, akárhogyan is működik ma az Európai Unió, csak az elmúlt, nem tudom, egy vagy két órája, nem tudom mióta pofázunk itt. Amilyen problémákat érintettük, a Big Tech cégeinek az elszámoltathatósága, de beszélhetünk a Big Pharma elszámoltathatóságáról is, és a többi. Egy csomó olyan kérdést érintünk, aminél már a szó, a mondat kimondásánál érezzük azt, hogy ezeket a problémákat nemzetállami szinten, mint Magyarország nem fogjuk tudni megoldani. Nem fogunk tudni oda csapni ezeknek a platformszolgáltató cégeknek, nem tudjuk például a GMO-ba utazó élelmiszerterrorista világcégeknek a nyomulását, környezeti hatását, mi itt a Kárpát-medencében önmagunk megakadályozni, és így tovább. Csak arra szeretnék kiukadni, hogy bármi is a véleményünk és a megélésünk a brüsszeli bürokráciáról, az Európai Unióról, akár az elmúlt három évtized új gyarmatosításáról. Túlságosan és globalizáltá váltak a problémák, csak mondom, amiről itt az elmúlt két órában beszéltünk, ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy ezeknek a problémáknak a megoldásától függetleníteni tudnánk magunkat, mi magyarok, kettő, hogyha meg nem tudjuk magunkat függetleníteni, akkor mi egyedül egy országként ezekkel meg tudunk küzdeni. Tehát magyarul, oda szeretnék csak kiukadni, hogy ezt a bolygót akkor fogjuk tudni élhető módon megőrizni az utódaink számára, hogyha van erős közösségekből felépülő szuverén nemzetállamok között hatékony globális együttműködés. És ezt a globális, ebben a globális együttműködésben a maga érdekeit Magyarország csak úgy tudja egyszerűen létszáma és gazdasági ereje folytán érvényesíteni, hogyha a környező országokkal, és ez egység, ez leginkább Európa, a környező országokkal, akikkel kulturális és gazdasági kölcsönhatásban van évszázadok óta, ezekkel összekapaszkodva próbál meg a globális színpadon fellépni. Mondom, hogy nagyon aktuális legyek a Big Tech cégeivel szemben, pontosan azt várjuk, hogy az Európai Unió lépjen föl hatékonyan. Lehet, hogy nem fog megtörténni, de azt látjuk pontosan, hogy a magyar parlamentnek meg egész egyszerűen nincsenek hatékony eszközei. Az emberi jogok európai bíróságával kapcsolatban nekem rengeteg illúzióm volt, nem csak a 90-es, még a nullás években is. Nem akarok itt időhiányával belemenni a részletekbe, meg hogy én hogy kapok zsinórba vissza olyan kérelmeket, amikre még egy egyszerű indokolásra sem éltatnak húsvér emberek jogsértéseivel kapcsolatban, érdemben nem is hajlandóak vizsgálni. Egyetlen egy dolgot említenék fel. 1945 óta Európa keleti és 1990 óta nyugati és 1990 óta Európa keleti felé olyan tömeges jogkorlátozásokra nem került sor, mint az elmúlt két évben. Anélkül, hogy a magukat rettenetesen felvilágosultnak és demokratikusnak tartó európai kormányok számot adtak volna a jogkorlátozások szükségességéről és arányosságáról. Nem tudom, hogy ki van itt a teremben olyan, aki tud arról, hogy az európai jogok, tehát az emberi jogok európai bírósága, tehát az Európa Tanács, ez ugye nem uniós intézmény, ez hatékonyan fellépett volna akár a kísérleti vakcinák kötelező tételével szemben, akár a különböző munkajogi szankciókkal szemben, akár a személyes szabadság és a különböző politikai szabadságjogok aránytalan korlátozásával szemben bárhol Európában az elmúlt két évben. Én ilyenről nem tudok. Ha egy ilyen intézmény arra nem képes, hogy amikor rendszer szinten intézményesítetten az egész kontinensen
aránytalanul és szükségtelen mértékben korlátozzák minden dimenzióban az emberek alapvető, nem csak politikai, személyes szabadság jogait is. Ha ilyenkor nem képes hatékonyan fölépni, akkor egy ilyen intézménynek nem sok jövője van. Ez erről a véleményem. Tetszettek volna forradalmat csinálni, ugye idézted Antal Józsefet, és utána Gulyás Gergőhöz hasonlóan kárhoztattad Sólyom Lászlót és az Alkotmánybíróságot. Erre meg én vagyok kénytelen azt mondani, hogy tetszettek volna alkotmányozni. Mert hogyha van egy olyan alkotmányos szöveg, és hát itt azért vannak nálam idősebbek is a teremben, tehát pontosan emlékeznek arra, hogy az ellenzéki pártoknak 80, nem csak 89-ben, a 90-es választási kampányban is az volt az ígéretük, hogy lesz új alkotmány. Nem majd valamikor, hanem 1990-ben. Sőt, ez volt a deal az ellenzéki kerekasztal és az MSZMP között, hogy ne a kommunisták adjanak Magyarországnak új alkotmányt, hanem majd az első szabadon választott ország. És az egész nemzeti kerekasztal ebben a szellemben ment végbe. Na most egy ilyen új alkotmánynak az egy lényegi eleme lett volna, hogy ezt a bizonyos cezúrát megvonja az alkotmány szövegében. Ebben az esetben az Étényi Takács törvénytől kezdve a lusztráción át az akta nyilvánosság és a többi nem lett volna kérdés. Sem az Alkotmánybíróság előtt, sem a különböző bírói fórumok előtt. Viszont ami az, ennek a bizonyos Étényi Takács törvénnyel kapcsolatos 11/92-es AB határozatnak az érvelését illeti, ami most visszaköszönt fél évvel ezelőtt, amikor a rettenetesen kormányképes ellenzék ugye azzal kampányolt, hogy majd feles többséggel fognak kétharmados törvényeket megváltoztatni. Most nyilván, ha azon törik a fejüket, hogy egynegyeddel hogy lehet kétharmados törvényeket megváltoztatni. Akkor én ezt a tételt szegeztem szembe velük, hogy jogállamot nem lehet a jogállammal szemben megvalósítani. Ez akkor is igaz volt 92-ben, és igaz most 2022-ben is. Arról van szó, hogy az, hogy jogállam van, az annyit jelent, hogy abban más, mint például a kommunista totalitárius rezsim 89 előtt, hogy lehet, hogy nincs ideális világ. Lehet, hogy piszkos szabályok születnek a törvényhozásban, de egy dologban biztosak lehetünk, hogy a létezésünk kereteit olyan semleges szabályok alkotják, ami nem a pillanatnyi önkénynek a terméke. Tehát magyarul, akkor, amikor 92-ben az Alkotmánybíróság kimondta azt, hogy alkotmányos felhatalmazás nélkül nem lehet visszamenőlegesen elévületlenné tenni már elévült cselekményeket, akkor egész egyszerűen egy olyan normát védett, amitől a jogállam elkülönül a totalitárius, akár náci, akár kommunista totalitárius rezsimektől. Természetesen én is nagyon jól emlékszem, hogy a korabeli Fiatal Demokraták Szövetségének mi volt a tartalmi álláspontja egyébként az egésszel kapcsolatban, mert nekem volt egy kitűnő büntetőjog szeminárium vezetőm, aki engem erre az érvelésre egyébként meg is tanított, hogy miért volt helyénvaló a 11/92-es alkotmánybírósági határozat. Ezt a szeminárium vezetőm, ez a szeminárium vezetőm akkor a Fidesz frakció jogi tanácsadója volt, Polt Péternek hívták. De én csak azt abban polemizálnék azzal, amit az előd elmondott, hogy ha átlépünk ezeken a jogállami kereteken, akkor A. hogyan érvelünk Flex Zoltánokkal szemben, amikor a maguk igazságát akarják a közösség egészére ráerőltetni, és hogyan tartunk ellen bármilyen színű és néven nevezett totalitárius kísérletekkel szemben, amiket ugye a 20. században pontosan úgy lehetett azonosítani, hogy ez egy valaki, egy valakiknek az igazságát próbálta önkényesen ráerőltetni a társadalom egy nemzet egészére. Én nekem ennyi megjegyzésem lett volna, és valóban én is abban hiszek, hogy egy politikai közösségnek, egy nemzetnek a túlélése alapvetően attól függ, hogy mennyire vannak erős helyi és a hagyományokat ápoló közösségei. Ott, ahol nincsenek ápolt hagyományok, ott, ahol nem működik a kulturális áthagyományozódás, ott, ahol a kulturális áthagyományozódást a nagyvállalatok jó emberkedésére és a platformszolgáltatókra bízzák, ott nem egyszerűen a közösségek, a társadalom egészen szét fog esni. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás a 21. században. Köszönöm szépen!
Tetszettek volna alkotmányozni, mondta Schipper András, és hát szeretnénk. Kellett volna, és kell ezután is, ezt azért itt tópusztaszerűen legalább mondjuk ki, mert az nem volt alkotmányozás, amit a Fidesz csinált, hiszen a választási programjában sem szerepelt, nem hogy mit szeretne egy új alaptörvényben, hanem egyáltalán erre nem kért társadalmi felhatalmazást. Nem is volt, nem hogy kétharmados társadalmi felhatalmazása, ugye 52% körüli választási eredménnyel szerzett több mint kétharmados parlamenti többséget, de ez a választói 52%-os társadalmi felhatalmazása sem tartalmazta azt, hogy egyáltalán bármilyen új, de főleg ilyen alaptörvényt hozzon. Egyetlen egy ellenzéki javaslatot nem fogadtak be. Egy olyan alaptörvénynél, ahol normális esetben nem csak kormánypárti szavazatokkal kellene, hogy elfogadják, hanem szélesebb legitimitáson kellene, hogy nyugodjon. Meg sem kísérelték azt a fajta nemzeti együttműködést, ugye, amit azóta is nemzeti együttműködés rendszerének hívnak, miközben évről évre idén is az év legfontosabb törvénye, a költségvetési törvény esetében a 437 benyújtott módosító javaslat mindegyikét leszavazták. Mind a 437-et persze ellenzéki nyújtotta be, de azt gondolom, hogy ez nem nemzeti együttműködés rendszere, az nem alkotmányozás, hogy egy egypárti rákosista alkotmány helyére egy hasonlóan egypárti szájerista alaptörvény kerül, amivel számos tekintetben ugye nem vagyunk elégedettek. Tehát egy szélesebb legitimitáson nyugvó, végső soron népszavazással szentesített, tehát eleve a létrehozását tekintve is alkotmányozó nemzetgyűlés által létrehozott alkotmányra volna szükség, ami egyébként gátat vetne például azoknak a jogkorlátozásoknak, amelyeknek a jelenlegi alaptörvény nem tudta elejét venni. Gondolok itt a Covid diktatúrában létrehozott korlátozásokra. Az, hogy ma például nem munkaalapú társadalom vagyunk, hanem oltásalapú társadalom, hogy a munkahely elvételével is lehetett zsarolni azt, aki oltatlan, és sorolhatnánk még, amiket például kifejtettél elég alaposan különböző jogi tanulmányokban, hogy még rendkívüli jogrendben sem lehetne, a jelenlegi alaptörvény szerint sem aránytalanul korlátozott csak szükségesség mértékében a különböző alapjogokat, tehát az alapjogok esetében legalábbis ugye ezek elvileg még rendkívüli jogrendben, amiben folyamatosan tartanak minket, nem tudom, tudják el, most is az van, ugye, folyamatosan abban élünk, hol háborús veszélyhelyzet van, hol Covid veszélyhelyzet, ezt váltogatják, amikor Putyin épp egy csapásra eltörölte, itt úgy tűnik a Covidot, mert most valahogy ettől nem kell épp rettegni, most épp háborútól kell rettegni, tehát azt gondolom, hogy igen, az ilyen veszélyhelyzetek esetén is, az ilyen rendkívüli jogrendek esetén is alapvető jogbiztonságra szükség volna. Sokszor ugye értjük, hogy nincs igazságszolgáltatás, ma már jogszolgáltatás sincs, azt tapasztaljuk nagyon sok esetben, még a jelenleg előírt jogrendben sem. És most, amikor egy új világrend küszöbén állunk, amikor ránk akarnak erőltetni ezek a globális nagyhatalmak a Covid diktatúrát is felhasználva egy új világrendet, akkor különösen fontos volna a nemzeti önrendelkezés megteremtése érdekében egy új alkotmányt létrehozni, egy széles társadalmi legitimitás képviselő alkotmányozó nemzetgyűléssel. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük! Az egyik ilyen fontos dolog, amit itt most megállapíthatunk, hogy jóval több dologban értettünk szerintem itt együtt, mint amennyiben különböztünk egymástól. Ez szerintem egy nagyon pontos dolog, hogy a jövőt illetően, hogy sokkal több kapcsolódási pont van a Magyarországon élő emberek között, és azok is, akik a politikai életnek a szereplői éppen, vagy a szereplői voltak. Azért annyit elmondhatnánk, gondolom mindnyájan, hogy jobban örülnénk, hogyha Schipper András lenne mondjuk az ellenzék Magyarországon, a baloldal, nem pedig az, amelyik most, ezt elmondhatjuk? Így van. És akkor azt mondhatnánk, hogy akkor ez előbbre lépő lehetne. Tudom, hogy sok kérdésük lenne, óriási csúszásban vagyunk, dr. Tóth Zoltán Józsefről szóló Legyőzetve győz című filmnek a vetítése is kezdődne, amit az özvegye nyitna meg. Azért majd arra kérlek benneteket, hogy legyetek olyan kedvesek, hogy itt legyetek. Én hagyj köszönjem meg a beszélgetés két részvevőjének, hogy megtisztelte a Magyarok Országos Gyűlését, és eljött hozzánk. Én tudom, hogy az nem az ismétlés a tudás atya, hanem a felidézés. A pedagógiában az jobb, hogyha mindenki jól megtanulná, a felidézés, hogy minél többször idézünk fel valamit, nem amikor ismétlünk.
de akkor még egyszer azért alaposan elmondanám, magyar emberek, ne felejtsétek, itt ezen a földön magyar emberek éltek, éltetek, éltek, dolgoztak, cselekedtek és munkálkodtak. Vérüket és könnyüket hulajtották azért, hogy nektek otthonotok, hazátok és családotok legyen. Magyar emberek, a kutya mindenit, ne felejtsétek a régvolt magyar embereket. Magyar emberek, ne felejtsétek, hogy azok, akik az életben előttetek tartanak, azok a halálban is előttetek vannak. És akkor, amikor majd ti is átléptek azon a bizonyos kapun, reméljük a túloldalról így köszöntenek meg. Héter élek, én megismerlek téged. Te magyar ember vagy. Vártunk már nagyon. Építettünk néked itt is otthon s hazát. Magyar emberek, a kutya mindenit, ne felejtsétek a régvolt magyar embereket. És ha nem felejtitek el őket, és amit ők tanítottak, azt továbbadjátok a következő nemzedéknek, akkor azok a gyermekek, akik ugye akkor is élni fognak már, amikor mi nem leszünk, és elvégzik a dolgukat, akkor lehet, hogy a Teremtő Isten odaföntről megengedi nekünk, hogy megnézzük, hogy milyen szép Magyarországot fognak építeni. Sifer András, Novák előtt, nagyon szépen köszönjük!